Ötödik szezonja előtt áll a Sunshine Nyikse, az NB2 keleti csoportjában legutóbb negyedik helyen végző nyíregyházi kosarasok augusztus közepén kezdték el a munkát az állandó edző Kovács Tibor irányításával. Amatőr együttesről lévén szó, minden szezon előtt jelentős a játékos mozgás, tanulmányi és munkahelyi elfoglaltságok miatt többen kénytelenek váltani vagy abbahagyni a játékot. Nincs ez másként idén sem, a sikeres felvételének köszönhetően hárman Budapesten, illetve Debrecenben játszanak tovább, emellett egy jelentős érvágás is érte a csapatot. A legnagyobb változás az, és azt hiszem a megyei kosárlabdában nem kell bemutatni Vráne Szavicsot, aki hosszú éveken keresztül itt nyíregyházi sport életében jelentős szerepet játszott. Két szezonban a mi csapatunkat erősítette, ezúton is nagy köszönet neki az eddigi és az elmúlt időszakban nyújtott segítségért és tevékenységért. A következő időszakban jelenállás szerint munkai elfoglaltságok miatt nem tud csapatunk rendelkezésére állni. Fiatal játékosok is érkeztek hozzánk, illetve hát akik az elmúlt szezon előtt két éve is már itt játszottak, többek között Horváth Bence, aki bekapcsolódott ismét a munkába. Utánpótlás csapatból szeretnénk két-három játékos bekapcsolni az NB2-es csapat munkájába, illetve nagy örömmel és reménnyel fogadjuk Oláh Zolit, aki jelenállás szerint marad a megyében, és a Blue Sharks után itt a csapatunkban fog dolgozni, és nekünk nagy erősítés lesz az ő tevékenysége. Horváth Bence egy év kihagyás után kezdte el ismét az edzéseket a csapat otthonának számító Bánki csarnokában. Az elnök úr és az edző megkerestek, hogy mi lenne, hogyha újra csatlakoznék a kerethez. Boldogan mondtam rá igent, ugyanis hiányzott a játék, illetve egy hosszabb sérülés után, vagy hosszabb sérülésen vagyok túl, ezért is csatlakoztam a csapathoz. Úgy gondolom, hogy a keretet tekintve reális esélyünk van arra, hogy a keleti csoportban jól szerepeljünk, aztán ha a nyolc közé jutunk, ott meg már lehet bármi. Oláh Zoltán a legutóbbi szezonban még a Kékcápák színeiben szerepelt, a jövőben viszont már amatőrként játszik az NB2-ben, mellette a fiatalokkal is foglalkozik majd. A civil élet mellett döntöttem, de mellett ugye nem tudtam abba hagyni a kosárlabdát. Így megkerestek, így közös megalapodás révén összejött, hogy tudok itt maradni. A Sunshine Nyikse szeptember második felében már edzőmeccseket is játszik, a hónap végén pedig indul a Hepkupa sorozata. A bajnokság október elején kezdődik el Kovács Tibor csapata számára.